Köszöntöm a fehérvári beszélgetések valamennyi nézőit, ahogy azt már megszokhatták ebben a műsorban, napról napra, hétről hétre igyekszünk érdekes embereket, emberi sorsokat közelebb hozni önökhöz. És amikor a mai vendég felvezetésén gondolkoztam, akkor több minden eszembe jutott, hogy mi is az, ami őt mondjuk Fehérvárhoz vagy a fehérvári beszélgetésekhez köti. Aztán átfutottam az önéletrajzát, mert első blikre mondjuk Bágyi Balázs neve, a jazz szövetség jutott az eszembe. Aztán utána, ahogy néztem az ő önéletrajzát, amellett, hogy nagybőgős zenekar vezető, de például volt itt egy érdekesség is, hogy az antikváriumban dolgozott Székesfehérváron, tehát megvolt már a közös kapcsolódási pont. Sok szeretettel köszöntöm Gajer Ferencet. Köszönöm a meghívást. Köszönöm, hogy itt van velünk, és hát egy nagyon-nagyon érdekes út rajzolódik ki az ön rajzából. Az látszik, hogy a művészetek, a jazz, a zene, az mindig is ilyen központi szerepet töltött be az életében. Na de hát hogy jött az antikvárium? Az antikvárium az pontosan úgy jött, hogy én soproni vagyok eredendően, és Pécsre kerültem főiskolára. Az apámék, édesanyámék, a szüleim tanítottak sokáig zenélni, de nem akarták, hogy zenész legyek. Oda a műszaki főiskolára felvételiztem, felvettek, de azonnal elkezdtem ott a konziba a klasszikus nagybőgőt, amit elvégeztem, aztán utána elhagytam a műszaki pályát, és a jazz, akkor már elkezdtem a jazz fele érdeklődés a figyelmemet, és hazamentem Sopronba, ott egy évig dolgoztam, és akkor elkezdtem járni a Gondaféle iskola előkészítőjére. Kicsit bonyolult mondom, de nagyon egyszerű, és az ottani antikváriumból ajánlottak ide, és azért választottam Székesfehérvárt, mert itt egyrészt közel volt Budapesthez, másrészt pedig egy fantasztikus zenei, pontosabban jazz élet volt már akkor is, Márkus József vezetésével. Itt komoly jazz élet folyt, koncertek, rendszeres klub volt itt a Szabad Művelődés házában, amit Légen Velinszky László, azt hiszem annak hívták, valamilyen más neve volt, és ide jöttem, elkezdtem az antikváriumba dolgozni, és jártam föl az előkészítőbe, és részt vettem az itteni jazz életben. Nagyon sok embert megismertem, nagyon sok komoly Pleszkán Frigyest, a Gárdonyit, aki azóta a Berklee School of Music-nak a tanára, de hát az antikvárium nagyon tetszett, ráadásul ez egy olyan antikvárium volt, ami zenemű volt is egyben, tehát használt régi lemezeket meg tudtam hallgatni, sőt meg tudtam venni őket például, vagy megszerezni, és a könyveket is, a könyvtáramnak a nagy részét akkor szereztem be, és hát egy kicsi műveltséget is föl tudtam szedni magamra, plusz a két év alatt elvégeztem az antikváriusi, az egy nem főiskola, egy ilyen két éves képzés. Tulajdonképpen én Fehérvárnak nagyon-nagyon sokat köszönhetek, mert innen indult el a pályám, aztán utána felvettek, elvégeztem a jazz tanszakot, és nagyon sok komoly zenésszel játszottam, idősebbekkel, fiatalabbakkal, és 85-ben megkeresett a Budapest Ragtime Band, hogy menjek el hozzájuk bőgözni, azt elvállaltam, 90-ben pedig a vezetője lettem. Zenekar vezető azóta. Igen, is. És azóta is a zenekarnak a vezetője vagyok, de részt veszek számos más produkcióban is, ha időm és energiám engedi, és közéleti munkát is vállalok, hiszen a Magyar Jazz Szövetség elnökségi tagja vagyok. Röviden ennyi. Röviden ennyi, de hát azt hiszem, hogy tényleg egy ilyen nagyon erős és nagyon izgalmas szál bontakozott ki itt Székesfehérvár vonatkozásában is. Nagyon sokszor szoktunk itt beszélgetni ebben a stúdióban a jazz életről, ami azért meghatározó itt Székesfehérváron, Székesfehérvárról. Nagyon sok művész került be tényleg a világ legjobbjai közé, vagy innen a környékről, és odafigyelnek mondjuk az utánpótlás nevelésre is. Ön hogy látja, hogy mondjuk van érdeklődő a jazz iránt, akár a fiatalok részéről? Mármint zenész vagy közönség? Is, zenész és közönség hát is. Hát divatja van a jazznek,
de hozzá kell tennem, nincs olyan jazz élet, mint akkor. Tehát valahol, persze minden megváltozott. Most ez talán a maga az, hogy a körülöttünk lévő világ is megváltozott, az is befolyásolja ezt a dolgot. Természetesen nagyon sok érdeklődő van a jazz iránt, mondom, divatja van, és hát rengeteg az iskola. Rengeteg a jó iskola, rengeteg a jó növendék. Sokkal több, mint annó volt, amikor én kezdtem zenélni. Ebben tudom csak összehasonlítani. Én is tanítottam 2 évig zeneiskolában, de aztán a egyéb elfoglaltságaim miatt ezt elhagytam. Mert mondjuk, amikor készültem erre a mai találkozóra, akkor böngésztem különböző oldalakon, és ott is láttam, hogy például a Jazz Szövetség is folyamatosan odáll mondjuk olyan kezdeményezések mellé, ami mondjuk a jazz népszerűsítése, vagy egyáltalán a megismertetésére kerül kiírásra fiatal gyerekek számára, akár Debrecenben is volt egy ilyen, nem is olyan régen, hogyha jól emlékszem. Persze, hát a Jazz Szövetségnek ez a dolga tulajdonképpen, ha bár non-profit szervezet, és mindig mi is pályázunk a pénzekre, mindenféle fajta jazz lasszó néven egy ilyen ismeretterjesztőt szervezünk, és le is bonyolítjuk vidéken és Budapesten egyaránt, aztán egy jazz menedzser műhelyt, akkor a fiatal tehetségeket próbáljuk felkutatni, felkarolni, erőnkhöz mérten, és hát az anyagiakhoz mérten. Természetesen ez a dolga a Jazz Szövetségnek. Ezt még Gonda János alapította 1989-ben, azt hiszem pontosan, de hát tudjuk, hogy Gonda János a magyar jazz élet és a magyar jazz oktatásnak az egyik megalapítója. Ha ő nem lett volna, akkor nem lenne ilyen most, azt hiszem, ez az egész műfaj. A műfaj azért mondhatjuk akkor azt, hogy talán így reneszánszát is éri. Igen, ez már talán jó pár évvel ezelőtt megtörtént, de azt azért hozzá kell tennem, hogy még mindig rétegzene, tehát nem bír olyan népszerűséggel, mint a popzene, vagy akár ezek a mai rockzenék. Igen, de ez talán mondjuk azért is van, mert hogyha meghallja egy átlagember azt a szót, hogy jazz, akkor mondjuk valami nagyon elvont dologra gondol, és nem gondol bele abba, hogy ez egy nagyon sokszínű műfaj, amiben van nagyon sokféle vonulat, és könnyen nem is tudja, hogy mondjuk egy funky az is belefér ebbe a kategóriába, nem? Hát igen, ezért kell érdeklődni, meg nevelni az embereket mindenféle téren, talán kulturálisan is egy picit, ami nem csak a zenén keresztül működhet, de eljuthatunk oda, hogy esetleg a jazznek a különböző műfajait is megismerik. A fiatalok között szerintem sokkal több az érdeklődő, mint régen volt. Így gondolom. Talán így is van. Amikor ugye beszélgettünk a mai találkozóról, már kicsit érintettük, hogy vannak itt lemezek, könyvek, de azt kértem, hogy hozzon magával olyan dolgokat, amik valamiért fontosak. Én örömmel láttam, amikor elkezdte kipakolni ezt a sokszínű, mindenféle dolgot ide. De akkor de nagyon jó volt, de akkor egy kicsit kerüljenek most ezek a középpontba, hogy milyen tárgyakat hozott magával, és miért választotta ezeket. Ez mind személyes, de az életemhez hozzátartozik, a mostani, a régihez, stb. Talán ezzel elkezdeném. Ez volt egy olyan zenekar régen Fehérváron, hogy a Siki, nem tudom, talán... Igen. Ez a Vörösmarty Színházban történt, az első fellépésem itt Székesfehérváron, a Siki zenekar tagja voltam. Tartom, ott jó. Tökéletes. Jó magam vagyok rajta, kicsit több hajjal, bőgőmmel és a Siki lent. Ez egy nagyon kedves kis, nem tudom, így kaptam, így ilyen formátumban. És azóta is őrzi. Hát persze. Akkor nézzük. Akkor nézzünk Fehérvárról. Ez, ugye azt mondtam, hogy antikváriumban dolgoztam. Ez az első kiadású Gonda jazz könyv. Ezt ott jutottam hozzá, lemezes melléklettel. Ez is már ilyen ritkaság, mert nem lehet nagyon kapni. Ez a jazz és a könyvek és az antikvárium. Ez szintén az antikváriumban vásároltam, jutottam hozzá, ez egy kétkötetes Gróf Széchenyi István életrajza. Itt a második kötet. Ez egy 1896-os kiadás.
Tehát szerettem, érdekelt a kultúra is, meg a magyarság, meg minden, meg Széchenyi, ugye, tehát egy különös, ikonikus és komoly egyénisége volt a magyar, akár gazdasági, kulturális életnek, a történelemnek. Nyilván vannak már modernebb kiadások, de ez egy nagyon kedves kis könyvem, emlékem, ez szintén itt az antikváriumban jutottam hozzá. Nos, úgy, lemezek. Mint a lemezekhez? Úgyhogy igen, mert ahogy említettem, ez zenemű volt is volt. Tehát az új lemezek mellett használt lemezeket is bevettek, és azt árulták. Ugyanúgy, mint az antikvár könyveket. Voltak használt könyvek, a használt könyvek és az antikvár könyvek között az a különbség, hogy a használt könyv egy mai kiadású, csak már kiolvasták, és akkor azt beviszik. Az antikvár könyv pedig bír valamilyen régi bibliofil dologgal, tehát az egy más kategória. Ezek... Hasznos volt az a két év, most már tudjuk, nagyon, a nézők is. Nagyon, én erre büszke vagyok. Szerintem ez egy komoly dolog, tehát persze, abszolút. Persze, igen. Most már járok Budapeste antikváriumban, nagyon kevés antikvár könyv van. Jó sok használt könyv, és vannak antikvár kották is. Voltak például nálunk is, nem nagyon, de volt. Ugye mondottam, hogy használt lemezeket is vettünk, de ennek az az érdekessége, hogy ezek első kiadású Charlie Parker lemezek, ezek is különös értékkel értékesek, és nem elsősorban anyagiakra gondolok, hanem ez egy ikonikus dolgok. Ez egy szintén egy jazz lemez, ez a George Shearing Quintet, ugyanaz a sorozat, és ez is első kiadású. Ezek talán a régi emlékek. És önnek is voltak ilyen kalandos zenesze, vagy lemezbeszerzők útjai? Mert zenésztársaktól hallottam, amikor itt beszélgettünk, hogy amit nem lehetett Magyarországon megkapni, akkor kimentek, és mit tudom én, Ausztriába, itt-ott, amott tudták, hogy van zene volt, lemez volt, és akkor oda mentek, és úgy csempészték haza a lemezeket a vonaton. Ezek olyan jó sztorik szoktak Ezek lenni. Ezek jó sztorik, én nekem ilyen nem volt, mert én megmondom őszintén, Márkus Józsefnél laktam, aki volt a jazzklub vezetője Fehérváron, és annak volt, őnek rengeteg lemeze volt, és szerencsém volt, hogy ott aztán mindenféle fajta lemezhez hozzájutottam, tehát meg tudtam őket hallgatni, és hát a NDK, akkori NDK centrumban, a lengyel centrumban, ők kiadtak nagyon sokféle fajta jazz lemezt, tehát hozzájutottunk. Nekem nem voltak ilyen kalandjaim, ki de... Ki úgy, igen. Ezt azért hoztam, visszatérünk ide. Igen, abszolút. Ezt azért hoztam, mert bőgő. Bőgő, vagy talán nem vagyok ilyen, mint ez a bácsi, de ezt egy fesztiválon kaptam, külön nekem egy ilyen dobozban, nem tudom. Biztos volt belőle 1000 darab, és mindig adtak egy-egy bőg. Ez a mondjuk én vagyok. De ha már a bőgőnél tartunk, akkor miért éppen bőgő? Ennek is különös története van. Én a szüleim zongorázni, mindenféle gitáron tanítottak, és aztán akkor már elkezdtünk, mint ifjú gyerekek, másolni Deep Purple, meg ilyen zenéket, és élettem a bassgitáros. És akkor ez egy szerencsés összekapcsolódás, mert a zeneiskolában egy nagyon idős bácsi tanította, aki a Salzburgi Zeneakadémián végzett a nagybőgőt, és meglátott, és akkor sem voltam már alacsony, tehát nem voltam ilyen erős alkatú, de nagy darab voltam, és mondta, hogy bőgősnek való alkat, ne jöjjön csak be. Így lettem bőgős, de volt szándék is, meg minden, és akkor onnantól kezdve ez már simán ment. Nem ment simán, de ment. De ment. Ment a maga útján. És meg is szerette ezt a hangszert. Nagyon, nagyon, persze. Menjünk tovább. Menjünk, igen. ez egy mostani angol turnén találtam a tengerparton. Ez majdnem olyan, mint egy tojás, nem? Ez kő. Ez egy nagyon, nem tudom, ez nagyon szép. Talán lehet, hogy ilyen kis varázskő is. Bewdayben voltunk, az Cornwall, az Angliának legnyugatibb partja, egy tengerparti fesztiválon. Ezt onnan hoztam, ezzel mondjuk azt akartam elmondani, hogy most
most jöttem meg egy turnéról, és akkor ez egy kis emlék onnan, nagyon tetszik, szép, mert gyűjtöm. Ez pedig, ezt soha senki nem találná ki, ha nem mondanám el, de elmondom. Ez is egy angol turnéból való, de ez a Hadrianus Wall, tehát a limes, a római birodalomnak a határán volt egy ilyen, végig egy ilyen fal, és ez onnan való, mert ezt egyszer oda el akartam jutni, el szerettem volna jutni, el is jutottam, a turnénk sem megálltunk, gyönyörű volt, és hát egy ilyen misztikus hely, és hát hoztam belőle egy követ. Ez a limesből való, a római birodalomnak a határán lévő falból. És akkor a sport is megjelenik. Igen, a sport is megjelenik, mert egyrészt szeretem a sportot, a labdarúgást és a Barcelonát. Ezt azért hoztam el. A mai napig veterán bajnokságban focizom, tehát az én korosztályomban, de nagypályáztam is sokat, természetesen alacsony szinten, csak óvatosan, ami ezt azért hoztam, ezt pedig utoljára hagyom, ez sem talán... Nem, ez... Ez nem egy ilyen bot, hanem ezt a középső kisunokám, aki 4 éves, azt mondta nekem, hogy nagypapi, ezt én neked odaadom, hogy ezzel védd meg magadat. Ezt muszáj volt elhoznom, ne haragudjanak. Ez a legkedvesebb ajándék szerintem. Igen, és ezt azóta őrzöm, ez egy olyan éve, egy éve tört. Hát ezek a dolgok vannak nekem. A turnékat említette, hogy ugye nemrégiben jött haza. Igen. Egy turnéról. Merre fele szoktak zenélni? Illetve ez a mostani zenekarával van, vagy különböző formációkban is játszik? Mert azt olvastam, hogy különböző formációkban. Igen. Is játszott. Hát elsősorban nekem a fő profilom, hogy a Budapest Legtermelés, és ez a zenekar egy nemzetközileg elismert zenekar. Igen. Sokat járunk külföldre. A kérdés, ha arra irányul, hogy hol játszunk, a jazzklubtól kezdve, játszottunk ma a berlini filharmóniát, tehát van bezárólag, ez elég széles a szólás, fesztiválok, kis klubok, egy turné úgy néz ki mondjuk, hogy van 10 napos, és akkor abban van 3 nagy fesztivál, ami reputációban is, meg anyagilag is a legjobb, és akkor mellé még szerveznek nekünk egy ilyen klubokba itt-ott-ott. Ez körülbelül minden turné. Vagy van egy hétvégei fesztivál Németországban, ami csak a fesztiválra megyünk. Tehát nagyon sokszínű. Ez olyan zene, hogy ez sok helyre befér. És akkor gondolom, hogy mozgalmasok is a mindennapok, a hétköznapok is. Hát igen, hát nem majdnem mondtam, hogy sajnos, de hát ugye mivel szervezem is, vagy összefogom, mint zenekarvezető ezt az egész dolgot, a Budapest Legtime-nek a mozgását, a létét, ez azért sok felelősséggel jár, meg sok idegeskedéssel. Nem, azt nem mondom, hogy gonddal, feladattal, néha jó lenne, ha nem lenne, és csak a zenével kéne foglalkozni, de akkor meg talán nem csinálná meg más, tehát maradok. Van egy ilyen kettősség azért, tehát az általában a művész emberek szeretnek egy kicsit szabadabban szárnyalni, és rossz visszajönni a racionális világba. De most, amit így elmesélt a feladatairól, akkor ez a kettősség megvan, talán szülők műszaki pályára való küldésének lehet, a tapasztalata. Lehet. De el tudok vonatkoztatni. Tehát amikor olyan projektbe, szép idegen magyar szóval, szép olyan zenekarba lépek föl, hívnak, ahol nem én vagyok, én csak egy bőgös vagyok. Ezt nagyon szeretem, mert oda megyek, átadom magam a feladatnak, játszom, és utána felveszem a gázsit, vagy stb., és hazamegyek. És ez egy teljesen más. De ha a ragtime band, akkor ugye erre figyelek, hol az öltöző, felvették-e a cipőt, ott vannak-e pontosan, stb. Hát sajnos a menedzser lét, vagy a menedzser feladatok, azok ilyenek. Mikor itt idő a kikapcsolódásra, mondjuk a focira, az unokákra, a családra? Hát ugye azt mondja a fáma, hogy mindenre annyi időd van, amennyit csinálsz magadnak. Hát csinálni kell. Például tegnap voltam, akartam hozni, de azt mondom, már nem hozom ide gombászni. Ez egy új hobbim, és nagyon most az őzlábgombának van az ideje. Ilyen nagy őzlábgombákat szedtem, és nagyon finom az egyik barátom, aki szakértő, de majdnem behoztam egy ilyen gombászbotot meg egy, de aztán már nem akartam, meg macerás is.
elmentünk reggel, be kell osztani az időt, nem tudok mást mondani. Tehát a pörgés mellett meg kell találni az egyensúlyt, és amikor az ember oda tud figyelni egy kicsit így saját magára is. Igen, igen. Tegnap csináltam egy olyan napot, hogy nem csináltam semmilyen szervezési dolgot, mert mindig van, mindig van. Nem is tudják az emberek, hogy egy meghívásos koncert is mennyi munkával jár. Jogvédőnek szerződést megírni, rider-t elküldeni, egyeztetni, mikor indulsz, buszbérlés, stb. Csináltam egy ilyen napot magamnak, aztán jól éreztem magamat, készültem a mai beszélgetésre. Ugye a koncertekről beszéltünk, szervezői munkáról beszéltünk. Mennyi idő jut arra, hogy mondjuk például, ha már a művészlétnél tartunk, mondjuk lemez, felvétel, dalok rögzítése, ilyesmi? Hát ez alkalmi feladat, tehát amikor eljön az ember életében, mondjuk a zenekar életében csinálunk egy lemezt, akkor azt akkor beosztjuk, akkor arra szánjuk az időt, de mivel hangszerelek is, meg azért próbálok a zenekarnak egy kicsit a zenébe is bele nyúlni, vagy hát ezt fejleszteni, be kell osztani, nem tudom, nem tudok már, gyakorolni is kell még a mai napig, tehát az, aki azt mondja, hogy nem gyakorol, az nem igaz, mert aki, ez olyan, mint a sportoló, tehát aki a toppon van, az minden nap kell gyakorolnia, vagy futni, vagy nem tudom mit csinálni, kivéve a focistákat. Szóval az ilyen időszakonként, de arra is kell, hogy jusson idő mindig. Persze, persze. Van egyébként követő a családban, aki ugyanúgy fogékony a művészet, vagy akár a zene, akár a jazz iránt? Lesz utánpótlás? Három gyermekem van két nagy lányom, meg egy nagyfiam. Mindegyik tanult zenét, mindegyik szereti a jazz, de egyik sem zenész. Mindegyik, hogy mondják ezt, civil pályán. Azt nem feltétlenül mozog. Baj. Persze, és nem is erőltettük, tehát a feleségemmel ezt nem tanítottuk őket zenélni, és jó ez így. Jó, így szerintem jó, de szeretik a fiamnak, a Markus Müller a kedvence, el is vitt már kétszer koncertjére, itt Pozsonyban, meg Budapesten. Vannak követők, de nem professzionális szinten. De megízlelték a műfajt, persze, és megszerették. Hát kénytelenek volt. És akkor lehet teszteni a fiatal közönségen is, hogy mi az az irányvonal, ami tetszik nekik, nem? Családon belül. Igen, igen. Hát a zenekar, tehát a Budapest legtermem, kénytelen vagyok mindig, mert ez a legkézenfekvőbb. Amit mi csinálunk, az elsősorban nem az ifjúság, nem a tínédzserek és semmiféleképpen nem az ifjúság. De ilyen középkorosztály. Igen, igen. De azt tettem, hogy az elmúlt 8-10 évben egyre több fiatalnak tetszik, és mindenféle zenék felé nyitottak. Persze én csak azokat tudom tesztelni, akik eljönnek, vagy közvetlen kapcsolatban vannak velem. Tehát a nagy átlagot én nem csináltam ilyen felmérést, hogy a mai fiatalság, a 20-25 évesek milyen zenét szeretnek itt szeletenként. Nem. Mindenféle fajtát. A így saját tapasztalat egyébként a legfontosabb, hiszen ott van azért közvetlen, igen, igen, kontakt és visszajelzés. De én, aki nem szereti a jazz, vagy más szeret, én azt nem ítélem el, hát akkor annak az a... ő azt szereti. Hol találkozhatnak legközelebb a zenekarral, vagy akár önnel, mint fellépővel? Én nekem van egy fix hely, el lehet itt mondani? Budapesten van két olyan hely, ahol jazz játszunk, nem a Rectime-ben, de triókkal, jó nevű kollégákkal, akkor ebben nem megyek bele, ez hetente kétszer-háromszor van, a Rectime-ben pénteken lesz egy budapesti fellépésem a 18. kerületben, szombat-vasárnap pedig egy zenei fesztiválra megyünk Erdélybe, Romániába, Nagyszebenbe. Ennek a hétnek a menete. Akkor a menetrend sűrű lesz ezen a héten is. Az a jó. Igen. Én sok sikert kívánok mindehhez, a folytatáshoz, és köszönöm, hogy itt volt velünk. Nagyon szépen köszönöm, és hogy elfogadták a cuccot. Én szerintem az egyik legszínesebb fehérvári kapcsolattal rendelkezik. Köszönöm szépen. Nézőinknek pedig megköszönném a figyelmüket fehérvári beszélgetésekkel. Holnap is várjuk Önöket itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra!